Hát félbe kell zenét, szakítsam ezt a jó zenét, de hát megint van mesélni valom, nézzétek el nekem, ez a napi ilyen után, ami mindenki zenélget otthon, ahogy szeretne, a YouTube-ról. Fönt, hogyha haladtunk volna, de az út ugye lefelé halad. Tehát van egy út fönt, ami teljesen levágja itt a hegyen keresztül az utat, és megy Poroszba. Tehát akik ugye Árgosztaliból jönnek a fővárosból, és haladnak a kikötőbe Poroszba, az ott azt az utat használja. Nekünk viszont itt lefelé, ugye Szkálába vezet az útunk, itt több kisebb falu keresztül, és így érkezünk meg majd ugye a szigetünk déli, délnyugati féltekén vissza a Szkálába, a Szkála Beach-re. Tehát a lényeg, ha fent haladnánk, találkoznánk egy templomkával, aminek az a neve, sőt nem is a templomnak, a településnek a neve, hogy Marco Polo, és a templomának van egy érdekes története. Ugyanis ez a templom kimondottan, ahol megjelennek a szűzanyag kígyócskái augusztus 9-én, amikor kitárják a templom kapuit és besiklanak rajta, majd összegyűjtve őket egy terráriumba. Várják a 14-ét, amikor van az ünnepük, amikor ugye gyógyításra használják őket. Tehát alapból vissza kell tekeredjek a történetben. Ugye 15 éve kerültem ide, aztán semmiféle információt nem találtam ugye a szigetről, mint új desztináció kaptam meg. Innentől kezdve, tehát mit volt mit tenni, még szerencsé, hogy jártam itt egyetemre, Szalonikibe, az Arisztoteles Egyetemre, nem is az a lényeg, hanem az a lényeg, hogy legalább tudok olvasni, írni, úgyhogy innentől kezdve így görög könyvből kellett felkészülni, mivel mondom, tehát más info sehol semmi. Ezen kívül ugye, tehát így a görög könyvből olvasgatva, mindom tök jó ez az ünnep, ez érdekes. Kicsit bizarr ez a kígyócskák ünnepe, főleg így, hogy olvasom, hogy a szűzanyag kígyócskáinak az ünnepe, ami augusztus 14-én este van. Na ebből kifolyólag ugye kutattam, meg kérdezgettem, hogy mi is ez pontosabban, és egészen visszavezethető a kalóz időkre, amikor állandóan fosztogatták és zargatták a helyeket olajért, borért, meg mindenért is. És egyik alkalom, amikor maga a kalózvezér is rátaposott a szigetre, két kígyó, így két oldalról megmarta a kígyóvezért, aki megfogadta, hogy soha többet erre a kígyós szigetről nem fog taposni. Úgyhogy el is takarodtak a többi kalózzal együtt, tényleg utána nem volt semmiféle zaklatás, zargatás. Ezt a helyiek úgy vonták le a következtetést, hogy valószínűleg a szűzanyag küldhette a kígyócskáit azért, hogy levegye a rosszat, a rontást, a betegséget a szigetről és a lakóiról. Na ezt azóta megünneplik, és amikor ha nem jelennek meg a kígyók, tehát ilyenkor 9-én már folyamatosan hívogatják és zargatják a pópát, megjelentek a kígyócskák, mert ha nem jelennek meg, akkor bizony valami katasztrófa, valami szörnyűség fog történni a szigettel vagy lakóival. Úgyhogy kétszer nem jelentek meg ezek a kígyócskák, az egyik a második világháború, másik az 53-as földrengés, összes többi évben megjelentek. Tehát ez mindig minden évben így megy, az idén is így volt, lényeg, tehát 15 év, hogy ide jöttem, és akkor ugye mi volt mit tenni, hát hogy nézhetném meg ezt az ünnepet, mert ilyenkor nem elég, ha olvas az ember róla, személyes tapasztalat is kell, szükséges. Így alapból a szerb kolléganőmmel, akik alapból ortodoxok jöttünk el, ő is hozott pár vendéget, én is egy pár vendéget, kis busznyi emberre eljött. Megnéztük meg át a templomkát, tényleg egy érdekes fent, a kupollája tele, tehát olyan ikonnal, hogy a szűzanya egyik kezébe a kis Jézus, a másik kezébe meg két tekergőző kígyó. Úgyhogy eléggé ez is érdekes volt, majd egy ikon, ugye, amit megint csak ugyanúgy csókolgattak, mint amit már ugye láttunk itt a Szentnél, azt is ugyanezt ábrázolta. A lényeg, hogy tehát megvártuk a misét, lement, ugye ez a liturgia, a lényeg, hogy a végénél pedig egy-egy egyház szolga kivette a terráriumból egy-egy kígyócskát,
és kivitte az udvaron már összegyűlt tömegbe, ahol ugye mindenféle betegség, sánta, véna, vak, meg mindenféle ember volt. Köztük egy 8 hónapos kismama, ugye figyeltük, hogy mik történnek, tehát ugye, hogy milyen csoda lesz már itt, vagy mi lesz már. A lényeg, hogy a kis terhes mamának is oda tették a pocakjához a kigyócskát, hogy egészségesen szülessen a babája, azt ő maga kérte. Ha bármi betegség vagy akármi van, akkor ezt a kigyócskák vegyék le ugye róla, és egészségesen szülessen a babája. Másik azért, hogy terhes legyen, a harmadik egy kislány volt apának a nyakába, őnek is oda tették a kigyócskát, ahova kellett, de nem ő, hanem apuka puszilta meg, volt idős, minden, tehát az a lényeg, hogy mindenféle korosztály volt. Figyelve ezt, hogy tényleg senkit nem mar meg a kígyó, mert ugye hálából meg kellett puszilni a kígyót. Tehát nem a száját és nem a farkát, még mielőtt valakinek beindul a fantáziája, hanem a testét. Tehát ugye ahogy így tartották a kígyót az egyhez szoga, tehát a testét kellett megpuszilni, ez volt a gyógyítás ára. És akkor utána ment a következő, tehát mindenkinek oda tették, ahol volt valamilyen beteg testrésze vagy baja. Figyelve ezt, akkor utána, tehát nem volt senkit, nem martak meg a kígyók, majd jöttek a szerbek, és ők is végigmentek, őket sem marták meg. Jöttek az én vendégeim, mint kiderült itt már, vagy 6 éve, egy párocskán próbálkozik a Baby Project-tel, aztán nem jött még össze, úgyhogy ők is eljöttek, úgy voltak vele, hát, hogy mit veszítenek, semmit. Így mind a kettőjükhöz oda előre tette a kigyócskát az egyház szolga, majd ők is megpuszilták a kigyócskát, és ez így ment tovább. Volt még egy idős hölgy vendégem, azt mondta, hogy utálja a dokikat, teljes mértékben, egész illetében utálta, nem is fog sose menni orvoshoz, viszont a veséjével baj van. Úgyhogy ő magának is oda tették a veséhez a kigyócskát, ő is ment tovább. A lényeg, hogy ne szaporítsam a szót, én nekem ugye előtte szertén volt egy motorbalesetem, minek következtében a jobb vállamba egy olyan visszamaradt probléma merült fel, így egy-egy alkalommal ilyen idegbecsípődéshez tudnám hasonlítani, jött elő, amikor megmozdítani nem tudtam a jobb karomat, és akkor ilyenkor el kellett menni a dokihoz, ugye csillagokat láttam a fájdalomtól. A két csont közé beszúrt egy ilyen lóinekciót, aztán képszakadást, tehát el is ájultam. Innentől kezdve ugye vártam, hogy mi lesz. De a lényeg, hogy én magam is úgy voltam vele, hogy lássuk, mit tudnak a kigyócskák. Úgyhogy nekem is rátették a jobb vállamra a kigyócskát. Én magam is megpuszíltam, ahogy látjátok, nem változtam semmivé. Semmi más, csak maradtam önmagam, nem ment át a fájdalom a másik oldalra, se máshol nem vándorolt át, se békával nem voltoztam, se királylánya. Innentől kezdve a lényeg, hogy tehát eltelt ez az ünnep, és másnap reggel, ahogy jöttek a kigyócskák, elengedik őket, menjenek kutyukra, anélkül, hogy bárkit megmarnának, elsiklanak. Na ez az ünnep, tehát még egyszer mondom, augusztus 14-én este van. Másnap ugye reggel elengedik a kigyócskát, lényeg. Tehát jött egy olyan 4-5 hónap múlva a visszajelzés a pártól, terhes a kismama, kislányt vár. A lényeg, mondtam, hogy jaj, de jó, hurrá, ilyen, ez egy nagy öröm, tényleg sikerélmény. És akkor írták nekem, hogy legyek már kedves, írjak egy pár görög lánynevet, mert görög lánynevet szeretnének adni a kislánynak, és akkor ebből ők majd kiválasztják, hogy milyen családnév illik majd hozzá. Így lett a kislánynak a neve Zoe, azaz élet. Tehát innen kapta a kislánya nevét, ami ugye 5 éves korában volt, tehát már ez ugye 10 éve, 15 azóta már, tehát ez első évben volt. Még amikor 5 éves volt, akkor voltak itt, hát mint a tűz a gyerek, mondanom se kell. Egy szülő se tud megmaradni mellette nyugodtan, mert mind a két szülőt igényli folyamatosan a foglalkozásban, mondtam nekik, hát ti akartátok, hát sorry, ennyi, megkapták. De tényleg csodaszép kislány, de tehát mondom, mert nem lehet mellette leülni se semmi, maximális figyelmet igényel. A következő, az idősebb hölgy is visszaért, hogy ugyan nem múlt el teljesen, de jobb a helyzet a válle, vagy a vesével, így van. Arról nem is beszél, hogy nekem meg azóta sem jött elő, aztán aki hiszi, hiszi, aki nem, nem. Tehát lekopogom, mindegy, itt ott, ott, bárhol fenn. Ugye a fején is így van. Fején is levertem. Fán. A lényeg, hogy tehát azóta nem jött elő, mintha akit elfújtak, tehát kb. Innentől ennyi.
Úgyhogy én nagyon hálás vagyok neki, hogy most a kigyócskák, az égiek, az őrangyal, akárki, bárki, én akkor is tehát örülök neki, én nagyon-nagyon hálás vagyok ennek. Örülök, hogy részt vettem, így mindig ilyenkor el szoktam mondani a vendégeknek, akár egyébként vannak, akik akkorra orientálják a nyaralásukat, hogy beleessen. Egyébként a falu maga itt van szembe pont, a hegyoldalban, a Marco Polo, igen, pont így. Tehát ez a Kateljország, amin áthaladtunk, ez 7 km Scalától, ez fölötte 1 km-rel van. Tehát tőlünk Scalától egy 8 km ez a település. Akit érdekel, le lehet menni és meg lehet nézni ezt a kígyós templomot. Csak megjegyzem, így megjegyzésként, ez a kigyócska, tehát fél méteres, barnás, ilyen szürke színe van, kis kereszt van a homlokán, tehát keresztes vipara, pont. Ismerős, legjobb barátod, mi? Itt balra lent van a Caminha Beach, és a félkör alakú pedig a Munda Beach, amiről meséltem, hogy 4 km tőlünk. Ugye a szürkés homokos, viszont nagyon sekély, és fokozatosan mélő, déli fekvésű, úgyhogy tutira meleg, viszont 4 km tőlünk. Tehát ezért is mondtam, agyon a parton, tehát Scala Beach folytatólagosságában nem tudtok átjönni, azért mondom, ott ne is próbálkozzatok, mert nyakkitörés lesz a vége. Viszont majd az úton megmutatom, hogy hol vezet lefelé az út, tehát egyébként nyugdíjasok mondták, 3-4 óra alatt át lehet túrázni, aki akar. Tehát nem kötelező, mert ott a taxiállomás, be lehet ülni 4-10 euróira átvisz benneteket a taxi, megmutatjátok neki, vagy megmondjátok látva a partot, ott hány óra múlva menjen vissza, értetek, és vissza is megy, tehát azzal sincsen semmi baj. Bocsánat, telefon. Az csak az irányát mozgatja, és a befolyásolja.
Itt a rózsaszín fehér ház, itt van jobbra a lejárat. Tehát aki akar túrázgathat, egyébként stoppolni is lehet, mert normálisak a helyek elhoznak. Itt lefelé jobbra van az út, ugyan itt fel is kell majd jönni. Tehát azért mondom, hogy vagy taxi, vagy gyalogos, majd eldöntitek. A lényeg, hogy mindjárt megérkezünk. Ez már Scala Beachnek a széle. Itt már ugye vannak a kis farmok, a házikók, ezek mind már hozzánk tartoznak. Úgyhogy a kérésem az lett, ahogy megállunk itt a parkolóban majd, parkolóban mindenki szétnéz, fent, lent, mindenhol. Egészség! Mindenhol szétnéztek, semmilyen személyes holmi itt nem maradjon, jó? Tehát a kérésem, mindenki szétnéz, mindenki megnézi a zöldsége, az uborkája, magvai, stb. Minden is, lekerüljön a buszról, jó embert ne kelljen utána rengatni. Jó, tehát ez a kérésem nem probléma, nem gond, remélem ez érthető. Mindent. Tegnap is hűtőtáska fönnmaradt, tehát nem is értem. A lába között van, érted? És a lába között ott hagyja a hűtőtáskát, kész. Na mindegy, nem is ragozom, de végtelenségig lehetne itt a sztorikat. Na ennyi. A lényeg, tehát mindjárt megállunk, bárkinek bármi mondókája van, akármi, bármi elmondja. A másik, máskor nem szoktam kérni a csoportot, ilyenkor csak, amikor szigettúránk van. Ahogy látjátok, mindig.